Köszöntöm Önöket a nagyvárosban. A turisztikai kínálat jelentős szerepet tölt be minden nagyváros életében. Így van ez Debrecenben is ráadásul a turisztikai paletta, az nem csak az ide látogatóknak, hanem a városlakóknak is számos lehetőséget kínál, döntően befolyásolja az életminőségüket. Erről beszélgetünk most vendégemmel, Tóth Megyesik Enikővel, a Vizit Debrecen turisztikai igazgatójával. Köszöntöm a stúdiumban. Köszöntöm a kedves nézőket. Ha azzal kezdeném, hogy mi mindent kínál, Debrecen, azt hiszem, sokáig itt ülnénk. Úgyhogy talán próbáljuk meg úgy megfogalmazni, hogy milyen ö, ö, csoportok ö, mentén kínál értékeket, ö, szolgáltatást, ö, attrakciót, kulturális és szabadidő programot. Szóval milyen csoportosításban beszélhetünk a kínálatról, és egy-két -egy, egy jellegzetes példával mondjuk el ezt. Debrecen abban a szerencsés helyzetben, ahogy egy nagyon sokszínű város, amellett, hogy a szabadidős turizmusban kínálunk rengeteg attrakciót és látni valóta az üzleti turizmusban is jelentős szerepet tölt be. Nem tudunk elmenni amellett a hatalmas fejlődés és kirobbanó fejlesztések mellett, ami mondjuk az elmúlt 20 pár évet jellemzi, és ezek a tudatos fejlesztések mára már egy európai nagyvárost építettek fel és hoztak létre. Akár a rendezvényturizmus tekintetében, akár a családbarát vonalon, akár a sportnak a tekintetében azért több mint 50 nemzetközi sporteseményt, ebéd -t, t tudhat maga mögött a város, és azt gondolom, hogy ez kiemelkedő. És nyilván a rendezvényekben szintén nagyon erősek vagyunk, amelyet a wellness, vizes élmények tekintetében is rengeteg fejlődés zajlott a városban, és ez a versenyképességünket is jelentősen erősítette. Ha a kulturális kínálatot nézzük, akkor tulajdonképpen számos olyan helyszínről beszélhetünk, ami mindenképpen fontos, jó, és talán párját is ritkítja jó párján ma. Abszolút. Hogyha a családbarát témánál maradok, ami az egyik fontos vonala azt hiszem, a turizmusban a, a városnak, akkor a szigetkéknek a a létrehozása és megalkotása, a wellness és a kicsit vizes élmények szintén családbarát tekintetében az és a strandnak a fejlesztése az, az szintén nagyon sokat jelentett. Én azt gondolom, hogy a, jövőben a versenyképességet az is javítja, hogyha vízes élmények tekintetében egy picit előrébb látunk, ugyanis a felmelegedés az mindenképpen át fogja rajzolni. Azt gondolom a turisztikai piacot és a keresletet is érezhető már most is, hogy keresik azokat a destinációkat, ahol víz van, szabad víz, vagy bármilyen vizes élmény, úgyhogy szerintem ez az elő- és utó szezonban is jelent majd számunkra lehetőségeket a későbbiekben, hogy kedvezőbb Hőmérsékletű opcióként, destinációként tudunk kínálni még programokat gyakorlatilag egész évben. És ha már így előre tekintettünk, egy picit vissza is konyarodhatunk arra, mm. hogy az elmúlt években milyen irányokban fejlődött a kínálata a városban. A rendezvények tekintetében én azt gondolom, hogy jelentőset léptünk előre, és nem, nem csak a minőség tekintetében, hanem a sok színűségben, ugyanakkor a Csokanai Színház, a Csokanai Teátrum létrejötte, és azért azt gondolom, hogy a kulturális életben nagyon jelentős szerepet tölt be, ugyanakkor határon túli lehetőségeket is tartogat, és mindenképpen meghatározza a városnak nem csak a gazdasági pozícióját és régiók központúságát, hanem a kultúra, turizmus, oktatás területén is azt gondolom, hogy zászlóshajók vagyunk. Ha turizmusról beszélünk, nyilván a főszezon a nyár, a szabadságolások ideje, az embereknek ilyenkor van idejük és kedvük is családostól utazni. Nyilván ez Debrecen számára is kulcsfontosságú. Hogyan képzeljük el Debrecen nyárát? A turista szem. Nyilván a virákkal nem áll meghatározó, de ennél jóval többről van szó. Abszolút. Ugye nyilván nálunk is megvan az a hatás, Hogy a nyári időszakban, a vakáció idején egy kicsit azért megemelkedik a városnak a látogatói száma. Ugyanakkor ezt nagyon jól ellensúlyozza az üzleti turizmus, ami jellemzően tavasszal és ősszel van. Ezért törekszünk arra, hogy egy kicsit egységesebb legyen az a vendégforgalom, és kiegyensúlyozottabb ne pedig egy pontszerű terhelést jelentsen a városnak az összes területén. Az üzleti turizmusban az is nagyon jó még, hogy hétköznap rendezik, és hétköznap vannak jellemzően a rendezvények, míg a szabadidős turizmus az ugye inkább csütörtöktől indult, péntektől és a hétvégéket érinti. Úgyhogy ez a balansz, ez nagyon-nagyon jót tesz a városnak a turizmusára. És én azt gondolom, hogy a tömegturizmustól nem kell félnünk, és olyan mértébe kellene, hogy fejlődjön a turizmus is, ahogyan nagyjából a városnak a a léptéke, értéke és gazdasága is bővül, semmiképpen sem egy nagyobb kiugrásban, hanem egy vele összhangban történő fejlődés az, amit én jónak gondolok. Ezek szerint akkor szerencsés helyzetben vagyunk itt Debrecenben, mert egy olyan fajta gazda kínálat valami nem párosul olyan tömegturizmussal, ami valóban terhet jelentene. Igen, ez így van. Most jelenleg ö, minden lakosra egy turista jut, ez, ez szerintem egy abszolút élhető lépték. Ugye nincsenek olyan terheink, mint például a Kanári szigeteknek, ahol mondjuk 2,2 ,2 millió emberre jut 14 millió turista, az, az már nagyon komoly szankciókat és beavatkozásokat igényelte az ottani városvezetéstől is tehát érezhetően vannak mindig kiugró pontok, de hát a trendek mindig változnak. Mindig vannak új dolgok, amik feljönnek, és, és átalakítja mindig egy kicsit a, a turizmusnak a, a piacát is. Úgyhogy szerintem a város az abszolút jó irányban megy ebben a tekintetben is számtalan nagyon jó szakember van a városnak a, a turizmusában, az ágazatban, illetve a kulturális szektorban is, és hogyha ezt a jó összhangot meg tudják a szereplők tartani, és ki tudjuk egymást egészíteni, akkor nyilvánvalóan a későbbiekben is további sikereket tudunk ebben is elkönyvelni, bár én mindig azt mondom, hogy nem a szám csak az egyetlen mértéke a, a turizmusnak, hanem az, hogy hogyan érzem itt magam, hogyan érzi magát itt a helyi lakos, hogyan tud a kettők kapcsolódni egymáshoz és és szeretik is, és keresik a helyi közösséggel való kapcsolódást, és mondjuk a debreceniek is szeretnek bekapcsolódni a turisztikai programokba is. Számos sétánkon vesznek részt, amit a városban szervezünk, különböző tematikákban, úgyhogy azt gondolom, hogy a közösségnek a, a kapcsolódása is a helyiekkel tovább segíti azt a kommunikációt, ami kell ahhoz, hogy, hogy értsük egymást. Ezek szerint akkor a, a, turisták és a városlakók gyakorlatilag közösen élvezik mindazt, amit a turisztikai program kínálat, vagy a lehetőségek tárháza nyújt nekik. Mennyire mondható el az, hogy a debreceniek ténylegesen tudatában vannak ennek, szívesen veszik, keresik ezeket a programokat, szóval mennyire nyitottak a debreceniek, az ilyenfajta gazda kínálatra igénylik? abszolút igénylik. Ugye a saját felületeinken nem csak a turisták felé kommunikálunk, hanem azért jelentős bázis, helyi bázis is látogatja az oldalainkat, és onnan tájékozódnak a programokról, és azért látom a városnézősétákon is például, hogy hány debreceni vesz részt, akár egy falfestményeket tervezett tematikus túránkon, vagy bármilyen másik programunkon igénylik ezeket a kis hidden gem, értékeket és megtekinteni, és keresik is ezeket a programokat. De gyakorlatilag a két célcsoport ugyanazokat a szolgáltatásokat veszik igénybe, akár a strandról beszélünk, akár a, a nagy templomnak a meglátogatása, akár a vendéglátóhelyek tekintetében, és ez, ez mindenképpen valahol egy párhuzamosságot is, is jelent, és mindenképpen jó a találkozások szempontjából. Ha már a nagy templomot említette, valóban ugye a vallási turizmus az az igen jelentős Debrecenben, a nagy templom gyakorlatilag a szimbólum a városnak. A másik talán, amit mindenkinek az eszébe jut Debrecenről, az pedig a nagy erdő, a zöld, ami ráadásul most már mondhatjuk, hogy megtett turisztikai attrakcióval, amellett, hogy megmaradt erdőként. Ez így van, nagyon érdekes, pontosabban mondhatnám azt, hogy számomra pozitív, hogy ha beszélek akár újságírókkal, visszajelzések alapján, amikor ide szervezünk tanulmányutat, egyszerűen mindenki szerelembe esik a nagyerdővel, a városnak a, a tisztaságával, a rendezettségével, a légies nagy tereivel, ami abszolút egy érhető atmoszférát ö, ö, jelent a számukra, és a nagyerdő az egy kiemelt turisztikai ö, pontja is a városnak, és azt gondolom, hogy a, a Zöld Program, például a Zöld Kódex, a környezetvédelmi programunk az ugye a turizmusra is hatással van, lásd például a nagy erdő, tehát az erdőnek a vízpótlása az a, a, turizmusra is ugyanúgy kifoghatni, és az, hogy élhető nagy terek vannak, és zöld környezetben tehetjük mindezt meg, egy kicsit magunkra is odafigyelve újra megélni élményeket, ez, ez, ez nagyon unikális, unikális a városban. Én magam megszoktam kérdezni a Debrecenben látogatókat, akár ismerősökről, akár ismeretlenekről mm -hmm. van szó. Megszoktam kérdezni, hogy mi az, ami tetszik nekik, mit láttak, mi az, ami számukra kuriózum, és minden alkalommal rádöbbenek, hogy mennyire nem veszem észre a körülöttem lévő értékeket. Önök hogyan tudják ezeket az értékeket átadni kínálatban, felkelteni az érdeklődést? Én azt gondolom, hogy ez ott kezdődik, hogy téma szerelem és témaszeretet, szeretet, és én olyan csapatban dolgozom, és olyan csapattal dolgozom, amelyiknek minden tagja szereti a várost, és, érzi a várost, és tesz is azért, hogy még többet tudjon róla, és ez és ez nem munkaként éljük meg. Tehát nagyon szeretünk mi is kutatni, programokra járni, és úgy tudást magunkba szívni, hogy azt tudjuk élményszerűen átadni. Mert a kulcs szó, az szerintem az élmény, a másik kulcs szó szerintem a, a megújulásnak a képessége, és ebben Debrecen szintén azt gondolom, hogy élen, élen jár. Tehát amíg meg tudunk újolni, és amíg azt úgy át tudjuk adni, addig szerintem abszolút van helyünk ezen a piacon, akár a belföldi turizmusban, akár a külföldi turizmus tekintetén a beutazóban. Mennyire mondhatjuk el, hogy már a turisztikai szempontból a nagyvárossá vált, mégpedig négy évszakos nagyvárossá vált Debrecen? Mondjuk a térre gondolok, nyilván elsősorban az advent időszak lesz illetve a gyógyvíz, amit télen különösen kedvelt. Igen, illetve a kulturális paletta, ugye ne felejtsük el, és a modemnek a kiállításai szintén a színházi programok, most már, hogy angol nyelven is vannak feliratkozva előadások, ez újabb célközönséget vonzhat be, illetve a nagyobb kiállításokon több nyelven is olvashatók információk, akkor itt van az adventnek a hangulata. Nagyon érdekes, hogy a nyári magasabb számok után, ugye az advent a következő kiugró, ami vendégszámban egy picit azért jelentősebb, ugyanakkor egyáltalán nem, nem nyomja rá a bélyegét a városra, tehát olyan szépen, szépen tudnak besimulni az itt lévő látogatók, a lehet így fogalmazni a helyi atmoszférába, és, és, van egy másik pontunk, ami, ami kiemelkedő szintén időben. Ha a kínálatra gondolok, akkor uh... Nyilván itt célcsoportok vannak, a családok uh -huh. ugye persze fontosak, de akkor emellett ott van még ugye az üzleti turizmus, ez is egy fontos tény, hogy milyen más típusú célcsoportot uh -huh. lehet érdemes, tudunk Debrecenbe vonzani. Fiatal felnőttek, abszolút ö, célcsoport, ugye nem csak a fesztiválok kapcsán, hanem akár ilyen romantikus hétvégék eltöltése, kicsit ilyen város felfedezés abszolút célcsoportunk, és a szenior korosztály, akik vagy azért jönnek vissza, mert mondjuk ide jártak iskolába, vagy itt nőttek fel, vagy az épített örökség és a kultúra az, ami nagyon vonza őket, úgyhogy itt is több olyan célcsoport van, ami felé kommunikálunk, és, és keressük a kapcsolatot. Ön hogy látja, hogyan változik az város hangulata, arculata? Nekem mindig az az érzésem, hogy Debrecen egyetemvárosként városként uh -huh. egy fiatal város. Az, abszolút, tehát azt a pesgés lehet érezni, dinamikusan is fejlődik, ugyanakkor ezt mégis egy nyugodt léptékben teszi meg. Tehát megélhetjük ugyanazokat a nagyvárosi élményeket, csak egy nyugodtabb környezetben, mint amit egy Budapest, vagy bármelyik másik nagyobb világváros szellősebben, egy kicsit olyan soft turizmusba átmenve, még hogyha nem is pontosan ezt használnám, de mégis van egy, egy kapcsolódás. Kicsit megélhetjük a pillanatokat, újakat szerezhetünk, akár bakáncslistás élményeket, attól függ, hogy mi a motiváció, ez abszolút személyre szól, és a jövő turizmus az még inkább személyre szabottan történik, és olyan élményeknek a megélése, ami, ami nem egy mindennapos. De becemben tudatos turizmusfejlesztés zajlik. Mik várhatók a következő években, mondjuk, vagy a egy évtizedes táblatban? Mi fog megváltozni, milyen plusz jelenik, meg hogyan alakulhat át, hogyan látják? Nyilván a piac változik, de azért trendek vannak. A trendek is változnak mindig, és a, egy, a, a városnak a, a hatása és a vele kapcsolatos asszociációk sem konstansak, tehát az is mindig változik. Én úgy gondolom, hogy Debrecen tíz év táblatában is meg fogja ezt a nyugodtabb atmoszférát teremteni, és az értékei viszont a hajomány teremtés az ugyanúgy megmaradt, tehát a kettőnek az ötvözése fog továbbra is megvalósulni, és ugyanolyan vonzó lesz akár a család, akár a felnőttek, akár a városnéző turisták körében is. Ezek szerint a megújuló város, ez gyakorlatilag maga Debrecen a maga értékeivel és a maga megújulásával. Így van. Uh -huh. Ön hogy látja a turisták, mennyire szeretik mindazt, amit Debrecen kínál, úgy értem, hogy akár a gasztronómájáról, akár az épített örökségről, akár a természeti értékeinkről uh -huh. beszélünk szóval, hogy... Mennyire egyedülálló, mennyire különleges kombináció ez? Hogyha már Miskolcról is átjönnek néha ide egy-egy ebédre vagy vacsorára, mert azt mondják, hogy a gasztronómiánk az olyan jó, és a gasztronómiai kínálati és szolgáltatás, az nekem egy mindenképpen egy pozitív visszajelzés. Ha úgy élik meg a modem egy-egy kiállítását, hogy át tudta élni azt, amit ott lát, és volt tér hozzá, hely és idő, és nem volt 500 másik ember körülötte, és az élményt meg tudta érni, az, mindenképpen egy, egy olyan léptékű élményszerzés, ami szerintem sajátos, és nekünk a kulcs azt szerintem ebben is megnyilvánul. Ezzel beszélgetésünk végéhez értünk. Tóth -tó -tó Mindjárt Sejnikőt hallották. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és segített áttekinteni a Debrecen sajátos turisztikai térképét. Köszönöm a meghívást. Önöknek pedig köszönöm, hogy ismét velünk tartottak a nagyvárosban.